A magyarok nagy része az iskola befejezése után szinte azonnal elindul nyaralni, az augusztus 20-ai ünnepre pedig már majdnem mindenki haza is érkezik, és hogy melyek a legkedveltebb utazási célok, azt már Katona Mártól, a Dolce Vita utazásiroda sales menedzserétől kérdezem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Hova szeretnek manapság leginkább utazni a magyarok, mi a tapasztalat? Hát érezhetően ugye a belföldi turizmus is fellendülőben van, egyre többen látogatnak el ugye a hazai wellness szállodáknak köszönhetően, ugye híresek vagyunk a wellness szálló gyógyfürdőkről, szeretik az utasok ezeket is felfedezni, illetve a külföldi jól bevált desztinációk is érezhetően sokkal több a foglalás. Ha belföldi turizmusról beszélünk, akkor ez minek köszönhető? Több pénz van az emberek pénztárcájában? Vagy esetleg van más, ami hát természetesen, igen, ez is közrejátszik. Én is úgy gondolom, hogy érezhetően többet szánnak úgymond a pihenésre, kikapcsolódásra. Nyilván köszönhető ez az állami támogatásoknak, egyéb kafetéri juttatásoknak, tehát próbálják az emberek hazánkban elkölteni a pénzüket, illetve akik már megszokták a külföldi luxus vagy színvonalat, ők nyilván jobban szeretik a külföldi desztinációkat. Magyarországon gondolom inkább a hosszú hétvégék azok, amik díjvanak. Igen, többnyire az ünnepek, ugye a hosszú hétvégék, az idén is rengeteg hosszú hétvégére számítunk. Ez jó a szállodáknak is érezhető, illetve rengeteg külföldi vendéget várunk Magyarországra, tehát 15-20%-os emelkedés várható minden belföldi szállodánál. A nyíregyháziak, illetve a megyeiek, hogyha szeretnek utazni belföldön belül, tehát vagy belföldön, akkor hova szeretnek utazni, mi a kedvelt úti cél? Hát sokan ugye nem szeretnek túl messzire autókázni, ugye az üzemanyag árakat is tekintve. Szeretik az Eger környéki régiókat, illetve ugye hát a főbb balatoni régiók, amik a nyári szezonban jobban érezhető, Velencei tó, ezek mind közkedvelt területek. Egerre gondolom országos szinten is. Persze, természetesen. Kiemelkedő. Nézzük akkor, hogyha utazunk, akkor hova szeretünk külföldre menni? Hát külföldre az idén, illetve az elmúlt években tapasztalható volt a közkedvelt Török Riviera, nagyon szeretik a magyarok, hogy általában all-inclusive ellátást kapnak ezeken a helyeken, biztos az időjárás kiszámítható, tehát meleg van, már az előszezonban is nagyon nagy töltöttséggel, én most voltam kint az elmúlt két hétben, szállodák már 100% töltöttségen futnak ezen a területen, illetve az új desztinációk, ami most Debrecenből elérhető, a spanyol régió, Costa Brava, Barcelona régió, ezt is közkedvelt kezdik az utasok felfedezni. És hogyha utaznak, akkor inkább szállodába, tehát szeretnek inkább tengerparton szállodában pihenni, vagy inkább a kirándulós utazásokat választják? Igen, ez is megoszlik. Van, aki az aktív pihenést szereti, van, aki apartmant választ, és akkor inkább ők döntik el, hogy hol fognak étkezni, vagy saját maguk készítik el, de a legtöbb család azért nyilván a pihenés kikapcsolódásra vágyik, inkább a kényelmes módot választják. Tehát szállodában all inclusive, és csak pihenés. És hogyha mennek, akkor pedig csak, hogy maradjunk a kényelemnél, a repülővel gondolom. Természetesen. A charterjáratok azok sokat segítenek. A charterjáratok sokat segítenek, illetve a városlátogatások köszönhetően a Debrecen repülőtérnek. Decembertől újabb járatokat indít a Wizz Air spanyol desztinációkra, Svájcba, Ciprusra, tehát egyre több területet tudunk elérni, hála Istennek, innen a régióban. Említette Törökországot, illetve Spanyolországot, de ezen túlmenően vannak-e már olyan feltörekvőben lévő desztinációk, amelyek különösképpen kezdenek tetszeni a nyíregyháziaknak? Hát igen, a bulgáriai régió, ami még közel van, ugye másfél óra repüléssel elérhető, szintén Debrecenből, illetve az egyiptomi helyzet is ugye most már stabilizálódik. Debrecenből az elmúlt héten indult el az első chartergép, és várhatóan szeptemberig heti egy alkalommal indul az egyiptomi járat Hurgadába. Ezt is nagyon szeretik, mert árértékarányban nagyon jók a szállodák, és szintén all-inclusive ellátást kapnak az utasok. Tud mondani egy olyan átlag összeget, amellyel gazdálkodjon ugye az utas, hogyha szeretne utazni, szeretne nyaralni? Hát befolyásolja nyilván, hogy milyen időszakot választ. Általában június és augusztus ezek a kiemelt időszakok. Ha a repülős útról beszélünk, egy ilyen mediterrán desztinációnál átlagban egy olyan 150-180 ezer forint per fővel lehet számolni, de nyilván ez szálloda kategória függő. Mi a helyzet az egzotikus utakkal? Hát általában télen azért szeretnek a nyárba utazni, hát nyáron ez nem nagyon van fordítva. Minden esetre mi az úti cél, hogyha mennek? Igen, hát az egzotikus utakat is egyre jobban kedvelik, illetve télen, akik egy kis melegségre, egy napfényre vágynak. A Dominikai Köztársaság nagyon közkedvelt itt a nyíregyházi régióban, Mexikó,
Hát van, akik most már ugye a hajóutakat is kezdik egyre jobban felfedezni, a Karib-térség, tehát így a repülőterek által most már tényleg elérhető sok egzotikus desztináció. Itt mennyi a maximum költés úgy nagyjából? Hát itt úgy szokták mondani, akár a csillagoség, nyilván szálloda és kategória függő, illetve hogy ki mennyit, ugye ezek azért messzi utak, tehát ezek 9,5-10-11,5 órás repülésekről beszélünk, ugye egy európai átszállással, tehát ide azért általában minimum 12-14 éjszakára érdemes utazni. Biztosítás, gondolom, azt mindig javasolják, hogy érdemes kötni, de miért olyan fontos ez? Természetesen azért ne felejtsük el, egy idegen országban vagyunk, bármi történhet az utazás során, akár egy baleset, vagy akár egy betegségből kifolyólag, ugye itt már, ha egzotikus országba utazunk is, vagy akár a Törökországban, nem az Európai Unió hatája alá kerül, tehát itt zsebben nyúlós, hogyha valakinek bármilyen orvosi ellátásra van szüksége, ezért szoktuk azért utasbiztosítás, podgyászbiztosítás mindenképpen ajánlott egy ilyen külföldi kiruccanásra. Korábbi években szerintem még mi azért nem nagyon ismertük az előfoglalás szót, most viszont már egyre inkább. És sokan vannak tényleg, akik már télen tudnak arra gondolni, hogy nyáron majd hova fognak menni nyaralni. Ezt ön alá tudja támasztani? Igen, igen, érdemes is, és ezt szoktuk is minden évben súlykolni az utasoknak, pláne az idén. Tehát az idei előfoglalás olyan korán elindult, hogy a nyári szezonra, tehát erre a júniustól augusztus végéig nem nagyon vannak már helyek a járatokon. Tehát aki január-február-március környékén előfoglalta úgymond az útját, nagyon sok pénzt tudott spórolni, és fixen ugye megvan az utazása. Tehát most, akik már érkeznek, sajnos azzal a problémának szemben, hogy nincs hely a gépen. Pénzt spórolni mennyit tudott, mennyivel olcsóbban jutott hozzá hát előforrás a szezonban? Egy négy tagú családnál, például egy Törökország ötcsillagos szálloda esetén, akár egy 200.000 forintot meg lehetett spórolni. Tehát úgymond a költőpénzt meg lehetett spórolni azzal, hogyha valaki január-február környékén előfoglalta az utazását. Tehát last minute akciók már nem is nagyon léteznek. Nem lesznek, mert nem marad hely a gépen. Hála Istennek. Rendben, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.